Szóval beértem Jákvikba, és itt ez a Kirkjánsfjallgard nevű hely, amit a Google templomként jelez, de valójában egy szálláshely. Nagyszerű kis hely, tök jó, még mosógép is van, meg szárítógép. 310 korona volt egy ágy, de gyakorlatilag egy szobát kaptam, amit a hatágyas, de egyedül vagyok benne. A konyhája az egyszerűen szuper, minden van benne, úgyhogy most megyek, mert van itt egy indokolatlanul hatalmas szupermarket. Nem laknak itt körülbelül 50-en, de az a bolt az kb. Egy nagyobb városnak is megfelelne. De azt mondják, azért van ez így, mert átjárnak a norvégok ide vásárolni. És hát most egy pár nap szünetet tartok, egyet biztos, mert a felszerelésemmel is van azért probléma, meg a lábammal is. Úgyhogy most így lehet, hogy nem fog nagyon mocorogni a jeladó, de nem kell aggódni, mert olyan nagy para nincsen, és hogy remélem, hogy nincsen, és remélem, hogy egy-két nap alatt helyreáll a rend. Úgyhogy most itt próbálom ezt összerakni rendesen. Ez az a gigantikus szupermarket, minden nap 9-től 20-ig, 20-óráig nyitva van. Bekukkantok, hogy milyen árak vannak. Hát ennek némileg ellent mond az ajtón látható felirat. Ami egy órával később nyitást és egy órával korábban zárást mutat, úgyhogy így jártam, nem baj, ez van, majd holnap. És csak így szolidan itt a világ végén, 4 darab Tesla gyors töltő az óriási szupermarket parkolójában.